A baleset helyszínelői versenyre érkező rendőröket a megyei főkapitány köszöntötte. Farkas József elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén már 6. alkalommal szervezik meg a megmérettetést. Összesen 10 csapat versengett ma délelőtt Nyíregyházán. Volt egyszerűbb kreszteszt, de voltak összetettebb feladatok is. Szerepel repertoárunkban az éven vízi balesettel kapcsolatos intézkedés, vasúti balesettel kapcsolatos intézkedés, nem maradhat el az autós ügyességi pálya, hiszen ki kell érniük biztonságosan egy baleset helyszínére. Elméleti tudásukra is kíváncsiak vagyunk, tehát elméleti kreszteszt, illetőleg baleset helyszínű szakmai tesztlap is kitöltésre kerül. Ezen felül van még egy fifikás feladatunk, ahol egy bedrogozott gépjármű vezetőt kell kiszűrni, aki balesetet okozott, észre kell venni, hogy ő nem az alkoholtól ilyen vidám, hanem valamilyen más szertől, erre utaló jelek vannak a gépjárműben elrejtve. Ezek a rendőrök meg is találták az elrejtett drogot, az autós egy kerékpárost sodort el, ez a versengő csapat pedig egy másik feladatnál a helyszínt fotózta és a bűnjeleket számozta be. A helyszínvázlat, a helyszínrajz itt sem maradhatott el. Tiszavasvári rendőrkapitányságról érkeztünk, 6. alkalommal veszünk részt ezen a versenyen. Rutinos tapasztalt kollégákkal érkeztünk, akik már évek óta baleset helyszínén helyszínelnek. A versenyen általában olyan feladatokkal találkozunk, amivel az életben nem biztos, vagy csak nagyon ritkán, ezért szakmai felkészülés, egy kis jogi felkészültség szükséges hozzá, át kell tekintenünk hozzá a törvényeket, jogszabályokat, ránk vonatkozó normákat, készülnünk kell erre a versenyre. A megmérettetés legjobbjai Somogy megyében az országos döntőn képviselhetik szeptember közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.